Nagyszabású rendezvényen ünnepelte 20. születésnapját a Rex Kutya Otthon Alapítvány. Vendégem dr. Király Péter, az alapítvány alapítója, illetve Risza, aki egy kutya, ha jól látom. Ki ő, mit kell róla tudni? Risza egy macska lelkű kutya egyébként. Na hát akkor... Annál is inkább, mert ő kísért végig a múlt heti rendezvény sorozaton minket. Iskoláról iskolára, óvodáról óvodára jártunk, és Risszával, az Állatok Világnapja alkalmából próbáltuk a gyerekekkel megszerettetni az állatokat. És megmutatni nekik, hogy az állatok néha egészen másképpen képzelik a dolgokat, mint ahogy mi emberek gondoljuk. Ezt most is láthatjuk. Igen, ezt most is láthatjuk. De Risza nagyon jól viselkedett, különösen a parkóvodában valamennyi gyerek megsimogatta őt, és hihetetlen módon belopta a gyerekek szívébe magát. Risszának van gazdia? Risszának még nincsen gazdia, és a nevéből adódóan kitűnően Risszálja a hátulsó kis fertáját, a kis farkincáját. Tehát szereplésre termett. Így van, úgyhogy én azt hiszem, hogy bárki befogadja őt, gyerek szerető, cicákat is szereti, nagyon jól óra tesz. Itt akkor meg is ragadom az alkalmat, hogy lesz egy sorozatunk itt a tévében, ahol állatorvos és állatvédelmi kérdésekkel is foglalkozunk, illetve bemutatunk majd gazdira váró állatokat is. De térjünk vissza a bevezetőmre, hogy ugye 20 éves volt a Rex Kutya Otthon Alapítvány. 20 évvel ezelőtt milyen cipőbe járt az állatvédelem? Volt-e valami mintát, hogy elkezdesz az egészet? Nekem viszonylagos szerencsém volt, mert amikor én belecsöppentem az állatvédelmi mozgalomba, akkor nem sokkal később az Állatvédelmi Világszövetség, a londoni székhelyű Állatvédelmi Világszövetség egy magyarországi képviselőt keresett. Ez egy abszolút fizetés nélküli titulus volt, de miután én állatorvos voltam, elég jól beszéltem angolul, én végeztem ezt a missziós tevékenységet, és ennek következtében alkalmam nyílott külföldre eljutni több helyre, állatvédelmi központokba, és megdöbbenve láttam azt, hogy a síralmas állatmenhelyek helyett több funkciós oktatással, szemléletformálással, ivartanítással is foglalkozó központok épülnek a nálunk nyugatabbra eső vidékeken, és ez adta az ötletet, hogy akkor milyen jó lenne, hogyha egy ilyet Magyarországon is létrehoznánk. De semmi példa nem volt erre itthon? Igazából semmi példa nem volt itthon. Néhány síralmas menhely, de azok tényleg nagyon lepusztult körülmények között működtek, illetve a gyepmesteri telepek, amikről jobb, ha nem is beszélünk. Nos, egész furcsa volt ez, amikor én a Káposztás-megyeri bizottságnak az első ülésére elmentem, és bemutattam a terveinket. Hát emlékszem, hogy megdöbbenés volt, azt mondták, hogy hát úristen, egy olyan helyen, ahol még játszott és sincsen, hogy jut magának eszébe ilyen luxus menhelyet megálmodni. És akkor elmondtam, hogy hát igazából részben én ehhez értek, mert állatorvos vagyok. Ha humán orvos lennék, akkor biztos valami mással foglalkoznék, akkor leukémiás gyerekekért próbálnék tenni. Másrészt pedig biztos vagyok benne, hogy ezen a területen lesz játszótér is. És mit tesz Isten? A tavalyi évben pont az önkormányzat támogatásával sikerült egy nagyon aranyos kis játszóteret is létrehoznunk, de megszületett az az álom, amelyik hát most már tulajdonképpen az első alapkő és alaptappancs letételt beleértve 10 éve funkcionál. 10 éve kezdtük el az építkezést, és 8 éve nyitotta meg a kapuit az Állatsziget, a Rex Alapítvány pedig idén ünnepelte 20 éves születésnapját. Tehát akkor valamilyen szemléletváltozást kellett elérni ebben a kérdésben? Így van, meg kellett értetni azt részben a döntéshozókkal, hogy mi egy igazán a területbe és a környezetbe illő, illeszkedő oktatási intézményt szeretnénk alapvetően létrehozni, és az állatmenhely funkció, ami legalább ugyanolyan fontos, az egy része csupán ennek a területnek, az egy mentő funkció, az oktatás viszont prevenció, magyarul megelőzés, a felelős állattartási kultúra kialakításának egyik fontos bástyája, és remélem, hogy most már példaadók vagyunk más állatvédő szervezetek számára is. Tehát ez a küldetés? Így van, ez egy misszió, részben azért, mert az oktatás, szemléletformálás az azért is fontos ezen a területen, mert azok az emberek, akik az állatokkal toleránsabbak és megfelelőképpen bánnak, azok embertársaikkal is ugyanúgy toleránsabbak és elfogadóbbak lesznek. Ebből kifolyólag úgy gondolom, hogy ez túlmutat már az állatvédelmen, ez egyfajta embervédelem vagy társadalomformálás.
Ezt a példát többen követték már az országban? Hála Istennek egyre többen vannak. Jelenleg közel 100 állatvédő szervezet van, akik országszerte több ezer, vagy akár inkább 10 000 állatról gondoskodnak, és a legtöbbjük már foglalkozik az állatvédelmi oktatás, szemléletformálás témájával is, és nem csupán a mindennapi tűzoltással. Ez azzal is jár, hogy az alapítvány rengeteg programot szervez az Állatszigeten is, illetve azon kívül is. Pontosan így van. Éppen most egy megdöbbentő adat került a kezembe, nevezetesen, hogy közel 3 500 kisdiák fordult meg tavaly az Állatszigeten oktató programjainkon. Ők az újpesti önkormányzat területéről jönnek főként, de más fővárosi vagy vidéki helyszínekről is érkeznek. Például a Dunakanyarból nagyon sokan érkeznek hozzánk, és érkeztek hozzánk ebben az évben is. Minden nyáron nyári táborokat szervezünk, idén 5 turnusban indítottunk Írtózó névre hallgató, főként a gyerekek által nem túlzottan közkedvelt állatokat, pókokat, skorpiókat, kígyókat, békákat és egyéb csudabogarakat bemutató táborokat, és idén elindítottuk a lovas táborainkat is, még óvodások részére is, úgyhogy ez nagyon népszerű volt. És emellett hát egy folyamatos szombat délelőtténkénti oktatóprogram zajlik itt az Állatszigeten, minden reggel 10 órától déli órákig tart, minden áldott szombaton, és a jövő évben is ezt meg fogjuk valósítani. Az iskola idényben ezek nagyon érdekes táborok, vagy foglalkozások, szakköri foglalkozás, madárvédelemtől kezdve a legkülönbözőbb lovakon át a legkülönbözőbb állatok bemutatását célozza meg. Nyilván ez a 20 év alatt sokat fejlődött az alapítvány, meg sokat nyitott. Mi lehet a jövő, vagy mifelé megy az alapítvány, merre lehet még esetleg terjeszteni, vagy tágítani a tevékenységeket? Az a tervünk, hogy még idén szeretnénk befejezni a vadon élő állatokat bemutató vadudvarunkat. Ez közvetlenül a nyitott pajta mögött van. Többen láthatták már, akik a rendezvényünkre ezen a hétvégén ellátogattak, hogy egy nagyon szép üvegezett épületet húztunk föl. Egy támogatónk segítségével egy nyestház épült, gyönyörű vitrin üveges kirakattal. Az a tervünk egyébként, hogy itt végig egy olyan háttere lesz ennek a vadon élő állatokat bemutató kis saroknak, ahol visszaköszön a természet. Tulajdonképpen a háttérnek a fájt, mert ez egy növények közé van beépítve, a háttérfájt megfestjük majd a háttérben, és hát remélhetően ide látogatók egy picit jobban megismerkedhetnek a vadon élő faunával. A parasztudvarunk most már nagyjából teljesen kész van, ahol a őshonos magyar házi állatokat ismerhetik meg. És végül, de nem utolsó sorban nagy tervünk az, hogy plussállat múzeumot és egy jótékonysági boltot szeretnénk nyitni majd jövőre. Ennek a boltocskának egyik érdekessége lesz, hogy itt több ezer plussállatot mutatunk majd be, külön fajonként, és ezeket az állatokat zömmel ezen a rendezvényen, ezen az ominózus állatok világnapi rendezvényen gyűjtöttük össze. Ezzel Guinness rekordot is döntöttünk, ami azt jelenti, hogy több mint 6 000 plussállat gyűlt össze. Ez számomra nem csupán azt jelenti, hogy szivacsal kitömködött játékoknak ezreit hozták el adakozó szándékú emberek, hanem ez azt jelenti, hogy ez egy hihetetlen potenciál, a jó érzésű, az állatvédelmet fölkaroló embereknek a őszinte megnyilvánulása. Nagyon aranyos volt, hogy a kisgyerekek között volt olyan, aki berakta ugyan, de aztán gyorsan vissza is vette. Aztán megint berakta, megint visszavette. Tehát valahol egy plüssállattól is nagyon nehéz megválni, de végül, ha az ember megérti, hogy a plüssállat az bármikor gazdát cserélhet, ki lehet dobni, hogyha éppen arról van szó, egy igazi húsvérállattal ezt nem lehet megtenni. Ez volt ennek a kampánynak és ennek a Guinness Rekord kísérletnek az üzenete, és nagyon remélem, hogy ez eljutott a kedves látogatókhoz is. De valami tapasztalta erről, hogy változott-e ez a tendencia, hogy kiraknak gazdák, nem tudom, állatokat azért, mert már nincs hozzá kedvük, vagy nem akarják tovább tartani? Tehát van valami fejlődés ebben a kérdésben? Igen, nagyon-nagyon sok fejlődés van, és egész biztos vagyok benne, hogy ennek a hátterében az áll, hogy a szemléletformáló oktató programjaink, nem csupán a mieink, hanem az állatvédő szervezetek oktató programjai nagyon sokat formálják a gyerekeket, és otthon a gyerekek meg a saját szüleiket, akik még annak idején nem részesültek ilyen oktatásban.
nagyon-nagyon sok bejelentés érkezik az alapítványunkhoz, amelyik egyébként a Rexállatszigeten az év minden napján nyitva van. Naponta körülbelül olyan 60-70-80 bejelentést kapunk a legkülönbözőbb dolgokban. Kuborkutyát láttak, szeretnének örökbefogadni, van, aki állatvédelmi kihágástra figyelt föl, állatkínzást észlelt, ilyesmi. Ez régebben nem volt így. Tehát most nagyon odafigyelnek az emberek a környezetükre, a környezetükben élő állatokra, és ez egy nagyon jó tendencia, csak így folytatódjon a dolog. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a következő 20 esztendőt is legalább ilyen elánnal és ilyen energiával töltsük meg. Nagyon jó lenne megépíteni azt a nagy központi oktatóközpontot is, amelyik hát nagyobb tömegeket és a téli időszakban is tudna fogadni, nagyobb gyerekcsoportokat. Ez egy több 10 milliós beruházás, úgyhogy erre még remélhetően pályázati forrásból lesz lehetőségünk, hogy megépítsük, és ezzel reméljük a 25 éves születésnapunkra, tehát a negyedszázadosra már teljes díszében pompázhat az Állatsziget, szolgálva embereket és állatokat egyaránt. Mi a módja annak, hogyha én például Risszát örökbe szeretném fogadni? Az örökbefogadás nálunk egy viszonylag szigorú metódus alapján megy, hiszen nagyon fontos számunkra, hogy jó helyre kerüljön a kutyus, és szeretnénk a kutyát is megfelelőképpen fölkészíteni erre. Általában minden kutya ivartanítva, mikrocsippezve, oltva, féreghajtva, parazitamentesítve kerül a gazdájához. Természetesen csinálunk a gazdijelölttel egy interjút, egy kis örökbefogadás előtti beszélgetést, amiből megtudjuk azt, hogy kertes házban vagy lakásban lakik, vannak-e a környezetében gyerekek, tehát hogy megfelelő állatot a megfelelő gazdihoz tudjuk passzintani, és hogyha mindez sikerül, akkor esetenként már előzetesen kimegyünk egy környezettanulmányra, megnézzük, hogy valóban jó körülmények közé kerül-e az állat, és ha nem, akkor pedig, ha nem akkor megyünk ki, hanem utólag megyünk ki, leellenőrizzük azt, hogy az örökbefogadás az szerencsés volt, sikeres. Előfordult már ilyen, nem túl sűrűn, hála Istennek, hogy vissza kellett hozzuk az örökbefogadási szerződésben vállalt lehetőségünk alapján, hogyha nem jó helyre kerül az állat. De ez, hála Istennek, egyre ritkán. Én is boldog születésnapot kívánok, köszönöm a beszélgetést, Risszának pedig köszönöm a hallgatást. Köszönjük szépen!